gyűjtünk, mire használjuk fel a támogatási pénzt? Ez egy nagyon jó kérdés. Arra gyűjtünk, hogy a live ne így nézzen ki. Hello, it's me. Ez a Batman Last Knight on Earth, tehát az utolsó lovag a Földön. Tehát a Föld utolsó lovagja. Majd jött ki a Konstantin. Majd jött ki? Hát ez megnézünk. Helyes! Helyes! Jó van, örülünk neki, akkor hát live után meg lesz a dolgunk. Tehát... Szervusztok srácok, ahogy ígértük, ez a Fables Industries következő kérdek fel... Kérdeket? Kérdezt felek! Hát szerintem mi lett volna, hogyha Batman szüleit nem öltek volna meg? Hát akkor nincsen Batman. Erről nincs képregény amúgy? Egyébként de, az Flashpointnak hívják. Néha olvasd el a Flashpointot. Azt mondja, gyere az... Kukuriku! Basszus! Elütött a francba. Nincs akkora szerencsém, de itt vagyok meg asztal. Az mit csinál? Nem tudom, de... Jézusom! Tedd már le a vizé fegyveredet. Mindjárt árakom, olyat kap, hogy nyulat fog. Jó, megy effet, már tedd le. Sziasztok, három kérdésem lenne hozzátok. Hogyan tudjátok elképzelni a közelgő Venom filmet? Tom Hardy fogja játszani, szóval annyira szar nem lehet. Egy Roblox is lesz. Pál utcai fiúkat két széve. Köszi. A Nightbot okos volt. Nem tudott írni rendesen. És nem csak egy másodpercet csesztek, hanem 705. Én nem olyan... Egyet tudok. Ezért kell más szuperhős füzetet is olvasni. Árul, de mire vágysz a legjobban? Nagy szegény. Egyik legjobb képregény videós, hogy vagytok már, ha van ilyen. Hát van ilyen. Van ilyen. Hát itt vagyunk, nem? Ugye... Ja. Oh, hi, Barbara. Good to see you, but I'm in your back. Damn it. Te milyen videósokat szoktál nézni, drága bátyám? Loki, ne csesztess itt engem. Halkű. Köszönjük szépen. Egyre összetartóbb ez a csapat, én ezt szeretem. Na. A kukoricát. Bigatteno Bence. Szeretem a macskát, mert jó szörös. Mit? Mondja azt, hogy Nightwing gitározott egy alternatív világban. Köszönjük szépen a választ, de ilyen nevet arra úgy. Köszönjük, szereti már jó szörös. Mert leginkább külföldit nézel ezek szerint. Igen, inkább külföldit. De Alteront is. A Velszi bárdok megunhatatlan. Hát az is jó, így van. Egyébként abból is készült ki... Ballada. Abból is készült... Igen. De ez egy ballada. Ballada, de akkor is jó, nem? Hát persze. Edward király, angol király, léptet, papolgóván. Hadd látom úgy mondt! Mennyit ér a Velszi tartom? Na! Biztos. Egy nagy... Igen. Tehát elkezdtél beszélni a cancerről. Cancerről lett a háttér. Nem, ez a Zuckerberg meghallotta azt így. Ez nem a Zuckerberg barátom. A Zuckerbergről nem fogunk beszélni. Én anyagevő, az anyaveg... Na... Anyagevő. Anyaveg... Anyavegő srác. Az anyagevő srác nem lennék, az biztos. És van egy olyan, hogy Ant-Man and the Wasp, vagyis Hangya és a Darázs történetét is előről kezdik számozásban. A történet nagyon izgalmas, jó figyeljél. Hangya eltéved összezsugorodva az atomok között, és Darázs segít neki kijutni onnan. Annyira összezsugorodik, hogy eltéved az atomok között, ami itt mozog a levegőben, érted? Tehát egy... Oké. Tehát... meghozta a kedvedet egyébként? Nem. Jó. Tehát... Nem érdekel. Gyerekek, hogyha képregényt írtok, vagy könyvet írtok, legyen jó az ajánlás a hátulján, hogy miért olvasd el. De és azért már, hogy neked megy az oxigén. Jön az oxigén, atom, vigyázz! Futsz előre, mert jön az oxigén. Ja. Nekem nem jött be. És ez a Gotham sorozatban is, most egy elkezdődött ez a harmadik évad. Azt mondtad, nem nézed. Nem néztem, belecsipegettem.
ez, aut- ez félautomata pisztolya, ha? Én meg ja. itt össze-vissza kattintgatok. Mi volt a képregény cím, amit először olvastatok? Pókember, polgárháború. Én azt olvastam a legelőször, mint képregény. Garfield. Következő kérdést azt csak te miattad raktam be. Mit gondoltak a Batman bagoly bíróságról? Na, szóval a baglyok bíróságáról, hát... Ki mondjuk, baglyok bíróság nem, forever. Nem. Na. Gyerekek, borzasztóak vagytok. Jézusom, borzalmas vagy. Köszönjük szépen Mantunak ezt a remek screenshot. Rossz vagyok. Aztán jött egy olyan kérdés, hogy magyar tanárként tanítanám-e, illetve érdemesnek tartanám-e azt, hogy képregényeket is bevigyünk ki az irodalom órára. Nem fölképellek. De a Harry Potterben azért nem ölnék, mert hülye lenne megírva a történetem. Te egy mugli lennél, és veled nem történne semmi. Igen, most annak sok értelme. Aztán itt valaki kérdezte, hogy igen, mondtuk már, hogy milyen nevünk, hogy hívnak minket. Ő Marci, én Bence vagyok. Fordított el! Jó, oké. Okay. Igen, igen, nekem is az összes azért, Tyler Roberts az mindig egybe volt. Amíg a nemzeti dal a legjobb. Főleg amikor fölállsz, és akkor így kiabálsz a tanárod, aki drága brongyért! Ez körülbelül most hasonlít nagyon a Marvelnek arra a lépésére, amit az Amerika kapitánnyal kapcsolatban például csináltak. Hail Hydra. Ti ilyen kommunisták vagy? Ugye hívott a Superman visszatért. Na minden. Aztán rá is tűnt. Na minden. A lényeg. Na, a lényeg az a Supergirl vs Superman. Nem. Az nem. Nem mondjuk. Hát az igaz még. Jó. Ha jöjjek közelebb, mert akkor meg jó. Használta a megöntözés a pártos honfilvét? Túr! Jó, elég lesz. Én nem tudom, de akkor, hogyha nem, akkor elmesélem még egyszer. Az történt, kérlek, ha lássam, vettem egy liter pop, vizét pop. egy liter... kólát. Igen. Addig oké, hogy a Geekbox egy YouTube csatornán ismerek a Geekboxot, de hogy onnan hogy lehet ide jutni? Mert hogy... nem tudom. Végig a sárgaköves úton. Van benne valami leírhatatlan, és egyszerűen... Hajjék! Gyerekek, megkeverjük a szezont a fazonnal, mert előveszem a Mjölnirt innen lentről, előveszem a Mjölnirt, és mindenkit lecsapok innen. Nem megy, nem megy. Gyerekek, ez... Tényleg a lámpára estem rá. Most látom csak. Pattantam le. Ez most akkor irodalom óra lesz. Ez most akkor. Ez egy rendhagyó irodalom óra. Jövő órán kémiázunk. Én azt szívet nagyon adnám mondjuk. Gyerekek, beragadtam. Jó, most én mesélek. De talán megtalálom még a kórházat. Ki fogják adni majd ezeket a... Ki fogják... Ilyen hű kérdéseket komolyan... Képregények lesz szó. Nem lesz szó képregények. Nem az a csatorna, mi a... Na, visszatérve, tehát Tony Stark vasember. Spán. Köszönöm, hogy C17 nagyon OP lett, 18 OP lett, Freeza OP lett. Annyira azért nem. Igazából nekem az nem tetszett ebben az egészben, hogy besorozták az embereket, és akkor nézzük meg, milyen erős vagy. Megy a püffölésért, tehát vagy 20 percen keresztül, a legvégén elüti Goku az ellenfelét a francba, vagy közli bele, nagyon erős lettél, csatlakozz a csapatba. Igen, én a harmadik évad végén már kiégtem. Ennyi hülyességet, ennyi sztereotíp dolgot összehordani. Minden epizódban szinte ugyanaz történik, csak annyival, hogy hát, felbukkan a szavitár itt, felbukkan a szavitár ott, jobb egy Barry jelen, hopp, és akkor ennyi volt. Ki lesz a fő gonosz? Hát ez szerintem... Divo. Közben javítasz a dolgozatot, közben mondod fel a hizét a kábel videót, és hello. Persze, beszélünk kábelről. Deadpool legjobb haverja volt egyébként. Itt nem ért egy pontot se ez a feladat. Nem egyébként nem. Tehát ez kapásból kéne tudni. De azt még valamit szögezzünk le. Bocsánat. Még valamit szögezzünk le, egyetlen egy dolgot, hogy nagyon sokan jöttetek olyan videókérésekkel,
amiket mi már megcsináltunk.